A rászorulók támogatása mindig egy nemes cél. Ezért is fogott össze Dombóvár város önkormányzata, a roma nemzetiségi önkormányzata, hogy a segítségre szoruló családok mindennapjait egy kicsit megkönnyítse. 100 darab tartós élelmiszercsomagot osztunk ki, minden család kap egy város kenyerét, kapnak fél kiló szaloncukrot, és kapnak 4 főre ebbe a gulyást. Remélem, hogy tényleg a legrászorultabb 100 dombóvári családhoz jut ez a segítség. A roma önkormányzattal körülve tudtuk ezt a mai napot létrehozni, és hiszem, hogy minél többet tudunk majd fordítani az ilyen típusú rendezvényekre, és rászorultaink ezt jó néven veszik, és ami nagyon fontos számomra, hogy el is jönnek, hiszen őket azért nagyon nehéz megszólítani. A baptista szeretett szolgálat ételosztására és az utolsó pillanatokban sikerült összeszedni az embereket. Számomra érthetetlen módon, hiszen szép szóval hívjuk őket. A szabadidők meg is engedni, hogy eljöjjenek ezért a segítségért. Remélem, hogy ezen is tudunk változtatni, és egy picit nyitottabbak lesznek. Ezért nem véletlen módon, hogy a metodista lelkészült segítségét is meg igénybe vettük, hiszen az emberi szónál fontosabb nincs, és egy tisztendő szájából azt gondolom, hogy hitelesen hangzik el mindig minden, és remélem, hogy ezek a szavak kellőképpen biztatják arra őket, hogy ezentúl az első hívószóra közénk érkezzenek, hiszen mi ezt jó szívvel tesszük. A hasonló karitatív megmozdulásokhoz az anyagi forrást is meg kell teremteni minden alkalommal, ami nem feltétlen építhető be egy város éves költségvetésébe. Természetesen gondolunk, de a költségvetés tervezésének nem ez a fő vonala, hiszen azért vannak olyan szervezetek, akiktől az év folyamán tudunk különböző támogatásokat gyűjteni, és ezeket a támogatásokat igyekszünk minél hatékonyabban felhasználni. Ez a mai nap is így jöhetett létre, hiszen a Betlen Gábor alapkezelőtől kaptunk a mai napra támogatást, és a tartós élelmiszer dobozoknak az árát ők finanszírozták. Hecker Márton metodista lelkész ünnepi gondolatai és családjával adott rövid műsora színesítette a délutánt, amikor átadták az adományokat a rászoruló családoknak. Mi az igazi világosság? A nap nagyon ügyes vagy. Lehet nap nélkül élni? Nem. Nem lehet nap nélkül élni. Nincs élet napfény nélkül. Az igazi világosság Jézus Krisztusban eljött erre a földre. És a szomorú az, hogy úgy folytatja János evangélista, hogy a sötétség bejött, de a sötétség nem fogadta be. Az elgondolkodtató és példaértékű mondatok után került sor az adományok kiosztására, melybe tevékenyen részt vett Pintér Szilárd polgármester mellett Tóth Zoltán önkormányzati képviselő, civil tanácsnok és Ligorovics Zsolt elnök is.